Északi Robert Eggers harmadik filmje. Korábbi munkáira, a Boszorkányra és a Világító toronyra itt a csatornán már korábban felhívtam a figyelmet. Utóbbiról videó is készült. Így kíváncsian vártam, mit hoz ki a rendező a manapság eléggé felkapott viking témából. Sajnos nem ismerem a Netflixen futó vikingek sorozatot, ezért nem fogom tudni megmondani, hogy ehhez képest mi az a plusz, ami miatt Eggers szükségét érezhette egy hasonló témájú alkotás elkészítésé. Arra viszont szívesen vállalkozom, hogy kifejtsem, mindettől függetlenül egy konzervatív szemléletű embernek miért lehet érdemes megnéznie a Norsemant. A történet nem túl bonyolult. Adott egy Amlet nevű fiatal viking herceg, akinek apját meggyilkolják. Még kiskorában egy rituális szertartás keretében megesküszik, hogy bármi áron bosszút áll a merénylőn, aki azon túl, hogy végzett apjával, trónját és feleségét is megszerzi magának. Amlet sikeresen elmenekül, és egy másik törnél talál otthonra. De miután megerősödik és férfivá válik, látomások jelennek meg neki, amik emlékeztetik, hogy ideje beteljesítenie esküjét. Ekkor keresi fel ellenségét, hogy kalandos utakon végezzen vele. You cannot escape what fate the Norns have spun. Now be gone! Többekkel beszéltem, akik felemás érzéssel jöttek ki az északiról. Jó, de nem eléggé. Faszán meg lett csinálva, de valami hiányzott belőle. Adtak hangot különféle megfogalmazásban ugyanannak az elégedetlenségnek. Van, aki szerint túl lassú és hosszú. Van, akinek azzal van baja, hogy a főszereplő túlságosan egydimenziós karakter, és semmi sem igazán motiválja azon kívül, hogy meggyilkolt apján bosszút álljon. Egyesek szerint az a probléma, hogy a történet túlontúl egyszerű és viszonylag kiszámítható. Van, aki a nagy csatákat hiányolta. Mások a néhol megjelenő, szükségtelen vadságot és brutalitást kritizálták. Van, aki szerint a természet feletti, okkult jelenségek ábrázolásával estek túlzásba. És persze voltak, akik Nicole Kidman kikent, kifent arcának hátborzongató látványától kaptak majdnem szívrohamot. Oh my God! Hagyom plasztikázott, kikent, kifent, szana szétszedett, torzarcú rém. Tulajdonképpen majdhogy nem mindegyikben van igazság. Hamlet tényleg nem egy árnyalt jellem. A sztoriban valóban nincsenek egetrengető fordulatok. Nicole Kidman a botox túladagolásnak köszönhetően pedig tényleg kiirtotta magából, még az emlékét is fiatalkori szépségének. Kit akarsz itt átverni, kisanyám? Mégis van a The Northmannek egy olyan oldala, ami mindezen hiányosságokért extrán kárpótol bennünket. Ez pedig nem más, mint a többnyire meggyőző ábrázolása a viking hagyománynak. I stumbled upon the story of Amleth, which became Shakespeare's Hamlet, and I was really, really excited because if the story is Hamlet or The Lion King, then everybody knows it. So if I have a story that everyone knows, that's simple, then I can explore the mythology and the ritual culture in a way that is like more exciting for me and that you wouldn't normally get to do in a film this size. Ha valamiért beülsz az északira, akkor elsősorban ezért ülj be. Ha nem is lényegtelen elem benne a történet vagy a karakterek, meggyőződésem, hogy nem ezeken van a hangsúly. A film legfőbb célja a viking hagyomány és az ehhez kapcsolódó tradicionális atmoszféra hiteles bemutatása volt. Nem tudom, hogy mindaz, amit látunk a vásznon, mennyire fedi a valóságot. Nem
éltem akkor, és nem is vagyok beható ismerője ennek a hagyománynak. De az mind a filmből, mind a rendezői nyilatkozatokból kiderül, hogy legalábbis az igyekezet megvolt arra, hogy minél hűbb képet mutassanak a vikingekről. Ez pedig nem lehetséges anélkül, hogy a külsőségek, a kosztümök, a harci eszközök, az épületek, a korabeli nyelvezet, a korabeli szokások megfelelő ábrázolásán túl, vagyis mindazon túl, mely határnál a legtöbb történelmi film megtorpan, hangsúlyt fektessenek a szóban forgó hagyomány eleven szellemének, spirituális mélységeinek kibontására. Myth, religion, folktales, fairy tales, that's like all I spend my time like invested in. I'm more interested in that than I am in films. Amiben Eggers szerintem nagyon jó, hogy nem spórolja ki filmjeiből a hétköznapi emberi valóságon túlmutató dimenziókat. Nem idegenkedik a gondolattól, hogy a viking harcos számára a mítosz nem csak mese volt, hanem valóság, még ha egy másik síkon létező valóság is. Ezzel a mítikus, szimbolikus, okkult dimenzióval a régi idők embere még közvetlen kapcsolatot ápol. Egész életében ott munkált, tetteinek hátterében. Eggers pedig rámutat, hogy ezt a korszakot és a korszak szülöttjét csak akkor lehet kellőképpen megérteni, ha ezt a részt sem próbáljuk elhallgatni. Who barks? Is it the wolves of the High One? Or is it the barking of the village dogs? Mindez mégsem tűnik erőltetetnek, vagy valóságtól túlzottan elrugaszkodottnak. A mítikus kard, amit csak éjszaka lehet kihúzni, talán csak azért nem mozdul, mert túl rozsdás a hüvelye. A látomás, ami emlékezteti Amletet fogadalmára, talán csak egy zavaros álom. Az elfogott hőst talán nem is Odin hollói szabadítják ki. Lehet, hogy csak túl lazán kötötték meg a kezét. Az óriással való harc talán csak a fejében játszódik le. A pokol kapujának nevezett hely pedig talán tényleg csak egy tűzhányó. A film nem ad egyértelmű választ arra, hogy ezek a mítikus valósággal vegyülő események valóban megtörténnek-e. A lehetőségét azonban fenntartja. Eggersnél a kisfiú férfivá avatásának eléggé hatásosan bemutatott rítusa, a harci készülődés és a segítő állattal való azonosulás szertartása, a sámán meglátogatása, az ősi családfáról megjelenő vízió nem csupán körítés, hanem a túlvilági léttel való kapcsolatfelvétel formái, amik a viking lét elválaszthatatlan velejárói. Ennek a kapcsolatfelvételnek a nem titkolt, nézőhöz közelhozott ábrázolása, még ha nem is minden tekintetben hiteles, százszor hűbb bemutatása a korszellemnek, mint azok a fantáziátlan alkotások, amik igazából nem is a múltat mutatják be, hanem inkább a materialista, modern embert középkori gúnyában. És ezért itt-ott megjelenő bakiai, hibái és túlzásai ellenére is hatalmas piros pont jár a filmnek. Bátran ajánlom, egy tökös, férfias, hagyománytisztelő filmről beszélünk, ami a lipsi őrültekkel ellentétben nem próbálja mesterségesen átszabni a világot a saját beteges képére, hanem annak igyekszik azt láttatni, ami. Csak tudni kell meglátni azt az oldalát, ami az igazi értékét adja ennek a filmnek. Ez pedig nem más, mint egy szelet, egy letűnt hagyomány szelleméből.